Klubunk december 31-én megtartotta a hagyományos szilveszteri kocintását, amelyre ezúttal az új, jelenleg is épülő stadionunkban került sor. A kocintás megelőzően Kubatov Gábor, az FTC elnöke a tragikus hirtelenséggel elhújt Akim Adamsra emlékezett meg. A rendezvény végén a résztvevők közösen átvonultak az FTC látogatóközpontnál kialakított emlékhelyhez, ahol gyertyákat gyújtottak egykori játékosunk emlékéért.